Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus altábor nagy a magyar honvédség parancsnoka hagyományos újévi pohárköszöntőn fogadta a budapesti katonai attasétestület tagjait. A tárca vezető beszédében rámutatott, most és a jövőben is a mindenkori biztonságpolitikai helyzet határozza meg a nemzetközi kapcsolatokat, a jó viszony kialakítása és megtartása érdekében pedig hatalmas feladata van a katonadiplomáciának is. Mint fogalmazott, a világ már megtapasztalta, milyen a hidegháborús időszak, ezért bízik benne, hogy napjaink problémáit diplomáciai tárgyalásos úton lehet rendezni. A katonák dolga és feladata a békeszolgálata. Pontosan tudják, mit jelent, amikor egy nemzet elveszíti szabadságát és függetlenségét. Benkő Tibor megköszönte az attasék elmúlt évi teljesítményét, egyben arra kérte őket, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel továbbra is támogassák a Magyar Honvédség munkáját. Válaszbeszédében Tomasz Trzynski ezredes, lengyel véderőattasé, a katonai attasé testület titkára tolmácsolta David Weisman ezredes szavait. A testület doaenje a pandémia ellenére is eredményes évként jellemezte a tavalyit. Elismerését fejezte ki, amiért a Magyar Honvédség a járvány elleni védekezés mellett is tovább folytatta a honvédelmi és haderőfejlesztési programot és missziós szerepvállalásait, és hozzátette, az attasé testület tagjai várakozással tekintenek az idei esztendőre is.